Az a szabály, hogy nincs szabály, az átváltozás a művészetben volt a téma a mozi nagy termében és az aulában is. A Kanizsai Dorottya és a Jurisics Miklós gimnázium szervezésében tartották meg újra a Diák Képfesztivált. A fiatalok három festészet, grafika és fotó szekcióban készíthették el saját alkotásaikat. Művészet mindenütt jelen van, tehát mindenképpen része az életüknek. Most sokkal inkább úgy veszem észre, hogy a mozgókép az, ami közelebb áll hozzájuk, mint az állókép, de mi most itt nagy kísérletet teszünk mindenféle technikai határoknak az eltolására, meg összemosására. Slam poetry, műhely, munka, filmvetítés szerepelt a művészeti projekt napprogramjában, de a főszerep az alkotásé volt. A Diák Képfesztivál a Kanizsai Gimnázium korábbi kiállításából fejlődött a művészet napjává, ahol a fiatalok magukat is kipróbálhatják és egymás munkáját is megismerhetik. A program hiánypótló, hiszen nem minden középiskolában van művészeti oktatás. Nálunk még van. Ez azért fontos hangsúlyozni, mert kivették a művészeti oktatást nagyon sok középiskolának a tananyagából, és hát nagyon nehéz felkutatni, megtalálni azokat a diákokat, már pedig vannak, akik ugye a középiskolások közül alkotnak, vagy próbálkoznak. Mi jobban oda tudunk figyelni, mert órákon előjön ez a téma, és nyilván tudjuk ösztönözni a diákokat arra, hogy hozzák be a munkáikat. 6 középiskolából 180 diák vett részt a projektnapon, az előzetesen beküldött alkotásokból pedig kiállítás nyílt a moziban. Petra például 3 munkáját mutathat itt meg, ezt a sárkányt levelek ihlették. Én ilyen impulzívan szoktam rajzolni, hogy meglátok valamit, megiklet, és akkor azt megrajzolom, illetve még ember alakokat szeretek előszeretettel rajzolni. Úgyhogy igazából legtöbb munkám mögött nincs ilyen mélyebb indítatás. Dóra grafikus dizájnernek készül, ez a képe például megrendelésre készült. 4 alkotását is kiállították, ez a különös részletességgel megrajzolt pisztoly pedig díjazott is lett. Én már elég régóta rajzolok, és nagyon szeretem a részletességet, magyarul ezeket a kidolgozott munkákat is. Hát ez is így készült, megláttam interneten egy képet egy pisztolyról, most lehet, hogy ez érdekesen hangzik, de ez rendkívül megikletett. Igazából én nagyon szeretem ezeket a dolgokat, egy kicsit díszes, de kicsit mégis ez a szokatlan, és hát úgy döntöttem, hogy ezt papírra is vetem. Az is izgalmas tud lenni, jó? Jó játékot kívánunk! A művészeti projekt nap a festésen, rajzoláson, fotózáson túl a kísérletezésről és egymás munkáinak megismeréséről is szólt, amint egy 100 kiállított alkotás még 2 hétig látható a Szavária moziban.